Köszöntöm kedves nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják. Pénteken tartotta meg tánciskolájának éves nyílt napját Pogurelszka Okszana, melyre várták az érdeklődőket és tanítványainak családtagjait a Városi Színházban. Szokásos évi nyílt napját tartotta meg péntek délután az orosz származású tánctanár, melyre invitálta növendékeinek családját. Így lehetőségük volt a szülőknek bekukkantani, gyerekeiknek hogyan fejlődik balett tudásuk, és miként készülnek egy-egy előadásra. Minden évben egyszer lépünk itt Kalocsán a színpadon, ez nyílt óra. Úgynevezés, ez a rendezvény, ez nyílt óra, nem bemutató, hát igazán azt mondani, hogy nyílt óra jobban szeretem, mint egy bemutató, mert itt nem pillanatnyi látja gyerek, lehet éppen izgulnak ott picik. Felmegy színpadra 2 perces tánc, és hoppa, rossz kedve, megijed, nem is látta szülő, is készült egész évben. Úgyhogy nyílt órán ők gyakorlátok és mutatják, meg táncolnak is. Mit mutatnak be a gyerekek, arról tudnál egy kicsit mesélni? Hát most ez úgy kezdődik, hogy ilyen nyílt órák minden helyen, mert több településen van balett, ugye, minden helyen úgy van, hogy Kalocsáikhoz most mennek például vendégek. Hétfőn ők voltak vendégségben János Halmán. Bájai csoportok is jönnek. Ugyanígy megyek, kiskörös, egymásra, egy óra van, amikor mi saját gyereke látjunk, és második órában vannak vendégszereplő is, ahol az a célom, hogy mint a nagy családban egymást lássunk, a másik, hogy gyerekeknek, ahol például valaki 10 éve balettozik, mi az a eredmény, mit tud elérni. Ahhoz kellene, hogy cél legyen gyereknek, hogyha lássa, amikor nagy lesz, mit fog táncolni. Milyen korosztályot ajánlja a balettet? Hát most mi beszéljünk mindenképpen elsősorban ez hobbiáról. Mert ahhoz, hogy gyerek komolyabb csinálja a balettet, vagy foglalkozza ezzel, ez külön kellene válogatni, meg stb. Adottságok. De maga a balett, az bárkinek, bármilyen korhatár nélkül, én nem mondom, hogy nyugdíjas korban nem lehet, de volt nekem baján nagymamát, aki ma ott van betöltötte, és tudta tempót tartani a gyerekekkel. Kicsiknek nincs korhatár. Ugyanígy jöhetnek 2-3 éves. Na most annyi, hogy tudjuk egymás megírteni, és tudja járni, akkor ma balettozhat is. Egy balettóra hogy szokott önöknél zajlani? Hát vagy óviba van, a Csokonai óviba van, vagy kertvárosi iskolába. Hogyha valaki szeretne önökhöz jelentkezni balettozni, akkor hol teheti ezt meg? No, elsősorban, hogy kertvárosi iskolába, ott szeptemberben kiteszünk a plakátot, mikor kezdődik, de egyébként a óra kezdődnek októbertől. Mindig csütörtökön van, ha csütörtökön este 5-re jön, akkor biztos találja. És hogyha mondjuk egy 20-30 vagy 40 éves is el szeretné kezdeni a balettet, ő is jelentkezhet egy ilyen órára? Nyugodtan lehet. Én nem azt mondom, hogy nagyon boldog vagyok, amikor sok a felnőtt ember van, de ha feltételek, amilyen szabom megfelelnek, akkor jöhet. Első föltétel, hogy kellene gyerekekkel fellépni, színpadra menni, és ugyanazt csinálni, mint gyerekek. Ebben az évben kis újítás történt.
Ugyanis a mostani nyílt nap alkalmával az első órában színpadon gyakoroltak a kalocsai gyerekek, majd a környékbeli települések fellépői következtek. A klasszikus balett a legjobb alap minden tánc későbbi megtanulásához. Segít elsajátítani a helyes, szép testtartást. Mozgása légies, könnyed, kecses. A balett meglehetősen fejleszti a mozgáskoordinációt és a hajlékonyságot. Franciaországba repítette el a kalocsaiakat a Sofer gyűjtemény, hiszen ismét megtartották a nagy sikernek örvendő családi napjukat. Ebből az alkalomból vetélkedőt, fotókiállítást és hangversenyt is tartottak. Francia lány egy kis csavarral. A tipikusan francia ruhák mellett oda nem illő darabokat is viselt a lány. A gyerekek feladata az volt, hogy ezeket felismerjék. Ez a feladvány is a Ki mit tud Franciaországról vetélkedő egyik eleme volt, melyet a Sofer gyűjteményben tartottak szombaton. A családi napot nemrég hívták újra életre.
2011-ben rendezték először a francia napokat itt a Nicolas Chauffeur gyűjteményben, utána 12-ben és 13-ban ismét, aztán volt egy hosszabb kihagyás, és tavaly újra feléreztettük ezt a hagyományt, és idén folytatni kívánjuk. Chauffeur Miklós itt született Kalocsán, de 24 éves korában Párizsba költözött, ott folytatta tanulmányait, majd ott teljesedett ki munkássága is, de sosem felejtette el, hogy valójában Kalocsa szülötte, ezért amikor visszatért Kalocsára, utána Kalocsának adományozta alkotásainak egy jó részét, ami teljes munkásságát felöleli. Így jött létre a Nicolas Chauffeur Múzeum, ami most Nicolas Chauffeur gyűjtemény néven működik. Ezért úgy gondoltuk, hogy egy szép hagyomány, hogy ezen a napon megemlékezünk Nicolas Chauffeur munkásságáról, és a francia kultúrát elhozzuk Kalocsára. Így szombaton minden francia országról szólt a múzeumban. Elsőként a kisherceg nyomába indultak egy kézműves foglalkozás keretei közt, majd az általános iskolák felső tagozatos diákjait hívták vetélkedőre. Franciás bajusz viselve versenytek a tanulók, melyre egy néhány soros versre is készülniük kellett. Volt egy írásbeli fordulója a vetélkedőnek, ahol elég nehéz kérdéseket tettünk fel, mert úgy voltunk, vagy úgy gondoltuk, hogy a pedagógusok, a szülők segítenek nekik, és esetleg az internetet is segítségül hívhatják a gyerekek. Visszakaptunk 8 kérdőívet, tehát 8 csapat jelezte a részvételét. Sajnos 2 csapat nem jelent meg most a szóbeli fordulón. A szóbeli sokkal könnyebb, játékosabb, vidámabb hangulatú, mint az írásbeli volt. Azokból a kérdésekből válogattunk egyszerűsítve feladatlapokat, amelyek az írásbelin is voltak, viszont gyakorlati feladatok is vannak. Az előbb például egy öltözetből kellett kiválogatniuk, hogy melyik része nem passzol a francia lány viseletéhez. Az első 3 csapat fog díjat kapni, könyvjutalommal fognak részesülni. De nem csak az általános iskolásoknak készültek programmal, az egész család találhatott számára kedvező eseményt. Minden korosztálynak készültünk olyan programmal, ami érdekes lehet számukra. Délelőtt egy családi nap jellegű programunk volt, ahova kisgyerekes családok érkeztek és kézműves foglalkozásokon vettek részt. Jelenleg egy vetélkedő zajlik, a Ki mit tud Franciaországról című vetélkedőt általános iskolák felső tagozatos diákjainak rendeztük meg. A későbbiekben pedig 5 órakor a Dunatáj fotókör Fénydinamika című kiállítását fogjuk megnyitni. 7:30 pedig a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola hangversenye lesz a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtárkamara termében, az estet pedig Toldik Tamás irodalmi este fogja zárni. Természetesen minden program valamilyen módon kapcsolódott Franciaországhoz vagy Nicolas Chaufferhez. Délelőtt a családi napunknak a központi témája a kisherceg volt. A kisherceg történetével kapcsolatos kézműveskedések voltak, rókát, rózsát lehetett készíteni. Most a vetélkedőn, aki mit tud Franciaországról, természetesen minden kérdés Franciaországhoz kapcsolódik. Több területről válogattunk, van benne történelem, irodalom, művészet, teljesen általános kérdések is. A Fénydinamika című kiállítás nem kifejezetten Franciaországhoz kapcsolódik, hanem sokkal inkább Chauffeurhez. Chauffeurnek a fénydinamikai műveihez, fénydinamikai műveivel reflektál, és a fotósok a fény és a mozgás témáját boncolgatják a fotóikon. Az esti hangverseny részeként pedig francia zeneműveket fogunk hallani. Toldik Tamás előadásának címe pedig a magyar irodalom párizsi élménye a 20. század elején. A családi napoknak már nagy hagyományai vannak a Chauffeur gyűjteményben, mely keretei közt több tematikában is tartanak nyitott múzeumi napot. Tavaly 2 naposra terveztük a rendezvényt, és voltak olyan részei a programnak, amire nagyon nagy volt az érdeklődés, viszont voltak olyanok, amire elég kevés. Ezért úgy állítottuk idén össze a programot, hogy azokat az elemeket mentettük át, amelyeknek tavaly nagy sikere volt, és egyelőre még csak a délelőtti programról tudok nyilatkozni, de azon elég nagy volt a látogatottság, sok család érkezett, sok gyerekkel. Nagyon fontosnak tartjuk, mert a gyerekek behozzák a szüleiket is, és nagyon szeretnek hozzánk járni. Egyre több visszajáró családunk van, visszajáró látogatónk van. A következő programunk az majd szeptemberben várható. Amelynek előre láthatóan a színek lesz a fő témája. 7. alkalommal léptek színpadra a város tehetséges óvodásai. A csemeték rajzokkal, versekkel, dalokkal, mesékkel, valamint környezetismereti tudásukkal kápráztatták el a nevelőkből és családtagokból álló közönséget. Sajnos Piroska vendég közön.
A Viola utcai óvodások versével és Katus Györgyné intézményvezető köszöntőjével vette kezdetét az a tehetségnap, amelyet immáron 7. alkalommal szervezett meg a Csokonai utcai tagovoda. A műsorban a város óvodásai adtak átfogó ízelítőt az évek során elsajátított ismereteikből. Ez onnan indult ki, hogy a tehetségpontunkat akkreditálták, és ennek egyik feltétele ez is volt, hogy egy bizonyos színpadi szereplésben is részt vegyenek a gyerekek. A mindennapokban, mert tulajdonképpen a tehetséggondozást nem csak egy-egy tehetségműhelyben végzik az óvónénik, hanem mindenki a saját csoportjában, hiszen a saját óvónéni, aki ismeri a gyerekeket, tudja, hogy ki miben ügyes, vagy fejlesztésre szorul, de egy-egy ilyen alkalommal, mint a tehetségnap is, egy-egy műsorral készülnek a gyerekek, ami színesíti is az óvodai életünket. Mi mindent láthattunk a színpadon a délelőtt folyamán? Nagyon változatos műsorokkal léptek föl a gyerekek, hiszen volt mese, vers, mese, táncos produkció, drámajáték, illetve egy zenés muzsika hangjaival is szerepeltek a gyerekek. Mi az, ami egy jel lehet a pedagógus felé, hogy igen, ez a gyerekhez képes rá, hogy elmondjon egy mesét, hogy kiálljon a színpadra? Pedagógiai munkánkban az egyik legfontosabb az, hogy mindenki, az óvónénik nagyon jól ismerik a gyerekeket, hiszen folyamatosan velük vagyunk reggeltől délutánig. Nagyon sok lehetőség van, nem csak a játékban, de a foglalkozások, kezdeményezések során is nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy a gyerekeket konkrétan megismerjük, hiszen nagyon sok egyéni megnyilatkozásaik vannak a gyerekeknek. Tehát ezekre mi minden kis rezdülésükre nagyon tudunk figyelni, és ebből úgymond kiszűrjük azt, hogy ki milyen területen tehetséges. Itt a mi óvodánkban ugye a mesemondással foglalkozunk mi nagyon sokat délelőtt is, délután is az anyanyelvi játékokkal. Most viszont a mai alkalommal, a tehetségnapunkon a zene hangjaival foglalkoztunk. Nagyon sokat énekelünk, mondókázunk a gyerekekkel, ahhoz, hogy ők az ő érdeklődésüket motiválni tudjuk még inkább, és ezt a motiváltságot fent tudjuk tartani, ehhez viszont bizonyos eszközökre is szükségünk van. Jó, igaz, hogy a hangunk az állandóan ott van, de például a mai alkalommal kis kavicsokkal zenéltünk a gyerekekkel, napsugár hangjait rezegtettük meg kis rézcsengőkön keresztül. Már több éve hagyomány, hogy kis harangokkal játszunk el például egy-egy gyerekdalt, de ehhez az is nagyon fontos, hogy a gyerekek ismerjék ezeket a dalokat. Óvónői füllen nagyon-nagyon jó hallani, amikor nem csak akkor énekelnek a gyerekek, amikor az óvónéni szeretné, vagy készülünk valamire, hanem bármikor az ő kis játékaikban visszacsengenek azok a gyerekdalok, amiket mi is tanítunk nekik, bár nagyon örülünk annak, amikor otthonról hozott dalokkal is jönnek a gyerekek, mert akkor ugye azt jelzi, hogy a szülők is erre nagy gondot fordítanak. Fontos-e azt, hogy ilyen óvodáskorban, kiskorban megtanulják a gyerekek azt, hogy hogyan kell kiállni a színpadra, hogyan kell előadni a tudásukat, hiszen ugye a későbbiekben majd egy érettségi vizsgánál, egy szakmunkás vizsgánál a főiskolán, egyetemen kell, hogy ugye kiálljanak és bizottságok előtt elmondják a tudásukat. Hát igen, ezekre a dolgokra még nagyon nehéz előre gondolkodni, de ahhoz, hogy a gyerekek meg tudjanak szólalni, már eleve itt egymás előtt, a csoporttársaik előtt bizonyos folyamatnak el kell telni.
Vannak olyan gyerekeink, akik bekerülnek a gyerekközösségbe, és bizony eleinte nagyon-nagyon nehezen szólalnak meg, még a nevüket is nagyon nehezen mondják el, de ahogy feloldódnak, és tudják azt, hogy egy biztonságos környezetben vannak, szép fokozatosan megnyílnak a szereplési vágyukat, van, akinek ugye serkenteni kell, vannak olyan gyerekek, akik viszont nagyon szeretnek szerepelni, ez ugyanígy van a felnőtteknél is. A felnőttek is van, akik nagyon szívesen színpadra állnak, beszélnek közönség előtt, sok-sok idegen előtt. A gyerekek között is vannak, akik ugye nem probléma, de vannak, akik ettől tartózkodnak. A mi csoportunkban is volt olyan kisgyerek, aki az első anyák napját bizony, hogy meglátta az anyukáját, és már sírva fakadt. A mostani alkalommal viszont büszkén vállalta, és nagyon várta azt, hogy hú, de jó, és szerepelünk. Tehát ez egy nagyon érdekes folyamat, hogy igenis fontos az, hogy a gyerekeket egy ilyen úgymond tréningnek is kitegyük. Természetesen mi ezt nem szeretnénk erőltetni, mert annak semmi értelme, de akiben meg van ilyen vágy, azokat inkább megerősítjük egy-egy ilyen lehetőséggel is. De nem csak a gyermekek léptek színpadra ezen a délelőttön, hanem külsős szakemberek is különböző programokkal. A gyerekkönyvtárból Rózsa Andrea is elfogadta a felkérésünket, hogy egy foglalkozást bemutasson, illetve a sakkozásról, sakkpalotáról is láthattunk egy nagyon értékes beszámolót, illetve kis bemutatót is. Az idei rendezvényen egy különleges eseményre is sor került, ugyanis a Zöldfa utcai tagintézmény egykori óvónéniét, Sándor Gyuláné Ica nénit köszöntötték 80. születésnapja alkalmából az óvoda jelenlegi dolgozói és növendékei. Thank you.
délelőtti program a Kunst utcai óvoda közreműködésével létrejött Mátyás király meséiről szóló rajzpályázat eredményhirdetésével zárult. A rajzpályázat díjazásában Hartman János, az MKB elnöke szponzorálta a könyvjutalmakat, úgyhogy én ezúton is szeretném megköszönni a segítségét. A tehetségnap témájától kissé eltérve, az óvodai beiratkozás kapcsán arról kérdeztük a tagintézmény vezetőjét, hogy mik azok a különleges, speciális nevelési irányelvek, amelyeket a Csokonai Ovi leendő növendékeinek és szüleiknek kínálnak. A mi óvodánkban az anyanyelvi nevelés, a kommunikáció az egyik legfontosabb kiemelt feladatunk. Ez mellett a környezettudatos nevelést is nagyon fontosnak tartjuk, hiszen ebben a világban a gyerekek nevelése, megismertetése egy nagyon fontos feladatunk. Itt a környező, tehát a körzetünkben, kertvárosi részből érkeznek leginkább gyerekek. Legtöbben udvarral rendelkeznek, de nekünk nagyon fontos az, hogy a gyerekekkel minél többet a szabad levegőn legyünk, illetve a játszótérek ki tudunk menni. Ezeket a dolgokat emelném ki most leginkább. Köszönöm megtisztelő figyelmüket magazinunkkal, egy hét múlva újra jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!